Buenas noches! Ez a kis Pablo világ, ez olyan, hogy ahogy egy híres filmbeli karakter mondta, hogy bármi megtörténhet, és rendszerint meg is történik. Nagyon fontos eleme az egész zenekarnak a humor. Mindenféleképpen akartam egy ezt a borítóval egybekötött, ez a színes, ilyen mesevilágos valami, és ez a dal, ez a másképp kéne. Az egyetlen magyar számunk, ez volt rá a legalkalmasabb választás. Nekem ez játék, ahogy a kezeimből kiúlik a valóság. Nem véletlenül egyébként egy ilyen klipet álmodtunk meg ehhez a dalhoz, maga a dal is. Gyakorlatilag a nonkonformizmust próbálja megjeleníteni, azt, hogy mi igazából olyanok vagyunk, mint a gyerekek az óvodában, amikor a vonalon belül kell színezni, biztos, hogy azon kívül fogunk, vagy nem is megyünk be a vonal mögé. Megállották ugye ezt a világot, akkor én a Pablóval beszéltem, egyeztettünk, hogy ezt meg kéne valósítani, tárgyassá kéne tenni, és akkor hát ugye szakmámból kifolyólag a bútorasztaloskodásban a dekopír, a fűrész, az ilyenek előkerültek, és megalkottuk ezt a terepasztalt. És utána átkerült a művészhez, ő kifestette, és akkor a forgatáson már az egész zenekar részt vett. Próbáltuk Budapest belvárosát lemodellezni, belekerült például az A38 hajó is, mint olyan, és hát maguk a karakterek, meg ezt az egész szürreális világot próbálják még inkább erősíteni. Ugye akár csak az én karakterem, akitől baromira távol áll a küzdősport meg a box, és hogy pont én vagyok az, aki kesztyűt húzok a klipben, vagy hát a karakterem. Rájöttünk arra, hogy az kevés, hogyha csak mi vagyunk, és mi csak ott mozgunk egy bábúval, úgyhogy kellett nyilván a térbe, a teret megteríteni. Úgyhogy, és akkor jött az ötlet, hogy hát ott van gyerekkoromból az összes játékom nagymamának a garázsában, onnan ezeket így kicsipegettük, amiket úgy éreztünk, hogy jók lehetnek, meg élenek a klipbe, és akkor ezeket használtuk fel. A Pablóban mindent mi csinálunk, tehát már rájöttünk, hogy mindig ez a legjobb, mindent mi csináltunk. Igen, mi báboztunk, mi vágtuk ki a papírmasékat, a Juanita vágta ki, de mindenkinek megvolt a maga kis feladata, a maga kis szerepe, és jó lett, jó lett. Ez azért... Jó. Ami nem lett jó. Ami nem lett jó. Ami rossz lett. Kisbabát várok. Augusztus végén fog érkezni hozzánk, és aztán majd ősszel, hogyha minden jól megy és minden rendben van, akkor visszatérünk úgymond a színpadra, amikor már felkészültem rá testben, lélekben, mindenhogy.